Szia, Kövesi Andrea vagyok, a Jogoplay Kft. Tulajdonosa. Ez a keddesti szokásos 9 órai élő videó. Vagyis hát inkább egy rendhagyó élő videó, ugyanis most nem egy konkrét játékkal vagy kiegészítővel készültem, aminek bemutatom a működését, hanem egy saját sztorival. Méghozzá el fogom neked mondani azt, hogy hogyan értem el, hogy a rajzolni nem szerető gyermekemből egy rajzos kis tündér legyen, méghozzá a Zsófiból. Ez lesz az első része a videónak, a másik részében pedig elmondom, megmutatom az eszközöket és a lehetőségeket, hogy te mit tudsz csinálni, tehát érdemes végigmaradni. És akkor lássuk csak, készítettem egy vázlatot, néha majd lelesek oda, hogy nehogy kimaradjon valami, amit szeretnék megosztani veled ezzel a történettel kapcsolatban. Vannak gyerekek, akik szeretnek rajzolni, leülnek a kis asztalhoz, és órákat képesek elpecselni a rajzukkal, már egész kiskortól kezdve, amíg megcsinálja az erlánya a házi munkát, vagy kilakkozza a körmét, vagy valami hasonlót csinál, és jól el vannak. Ilyen volt nekem, vagyis hát most is ilyen a Réka lányom, aki egyszerűen 2 éves kora óta vonalon belül színez, és órákat elrajzol, és ilyen csodálatos rajzokat csinál. Már óvodás korában is ez a agárdi nyaralásunkat örökítette meg. És hát vannak gyerekek, akiket egyszerűen nem lehet rávenni arra, hogy rajzoljanak, semmivel se. Ha azt mondod, hogy rajzolás, akkor rögtön hisztizve elrohannak. És hát ilyen nekem a Zsófi lányom, vagyis hát ilyen volt a Zsófi lányom, amíg ezt nem oldottuk meg, ezt a dolgot. És sokan mondják, hogy minek erőltetni, ha nem szeret rajzolni, hát nem szeret rajzolni, hagyjuk békén. És részben igazuk is van, hiszen én sem futok maratont, pedig szoktam futkurászni, és van 2 lámam. És ráadásul a gyerek az nem kutya, tehát nem az a dolog, hogy parancsra teljesítse az utasításokat, hanem egy önállóan gondolkodó döntéseket hozni képes lény, akinek van saját elképzelése, vannak saját vágyai, gondolatai, és ezeket szokták papírra vetni, és ezeket ő ki tudja fejezni 2 módon egy gyermek. Egyik az, hogy szóba, másik, hogy rajzba, kinek melyik az erősebb, de minden gyermeknek szüksége van az érzelmi fejlődéséhez, hogy mindkét kifejezés formát használja. És alapvetően engem nem azért bántott, hogy nem rajzol a kisebbik lányom, mert hogy intézménybe ment és elvárták, hogy így rajzoljon, úgy rajzoljon, ezt kell tudni ennyi idősen, rajzoljon, öt újat, stb. Vagy mert behívtak az óvodába és mondták, hogy hát anyuka, nagy baj van, a kislánya az nem rajzol, és hogyha nem fog rajzolni, akkor ezt meg ezt nem fogja tudni csinálni felnőtt korában, stb. Sok szakmai oldalt elolvastam ezzel kapcsolatban, és volt ott köztük olyan, tehát van egy vonal, aki azt mondja, hogy ha nem rajzol a gyerek, akkor valamilyen mozgásfejlődési szakasz kimaradt neki kisebb korában, és azt kell vele gyakoroltatni, és ha gyakoroltatjuk, fog rajzolni. Na hát ezt én meg tudom a Zsófi esetében cáfolni, ugyanis ő óvodás kora óta annyira tökéletesen mozog, hogy mikor átmentünk a zebrán egyszer vele, és ő átfutott, akkor megállított egy atlétika edző, hogy most vigyem el a gyereket atlétizálni, mert hogy egyszerűen annyira tökéletes a mozgása. Mikor meg a járdán szögdécset, akkor egy tánctanár állított meg minket, hogy vigyem táncolni a gyereket, mert hogy nagyon jó mozgása, koordinációja van. Tehát az biztos, hogy neki mozgásfejlődésből nem maradt semmi ki, de mégse rajzolt. És tudtam, hogy nem azért nem rajzol, mert nem tud, hanem azért nem rajzol, mert így döntött. Igen, jól hallottad, hozott egy döntést, egészen kiskorában hozta meg ezt a döntést, és igen, egész kiskorú gyermekek is hoznak meg döntéseket, elég sok döntés. És hogy ő miért hozta ezt a döntést? Az első, ami miatt ezt a döntést hozta, az volt, hogy amikor elkezdett rajzolni, és rajzolt, akkor ő nem olyannak rajzolta a dolgokat, amit a felnőttek elvártak tőle, hanem lufiszerű szörnyet rajzolt, meg is mutatom, ami szomorú, mert elvesztette a barátját, és ilyen kis tüskék is állnak ki belőle. Meg olyan autót rajzolt, ami egy krumpli volt, és körben mindenhol kis karikák voltak. Neki 20 kerek autója volt. Mert hogy azt mondta, hogy egy autóval történhet bármi, és akkor lehet, hogy a tetején fog kelleni mennie, és hát megsugom, hogy eddig még nem látta a Batman filmet, sőt, még most se, tehát nem onnan vette, hogy lehet, hogy a kocsiknak a falon is kell közlekedni, hanem ő így gondolta, és mondták neki, hogy hát egy autó az kocka alakú, és van 4 kereke,
És hát ő ebben nem értett egyet, azért azt mondta, hogy hát köszöni szépen, akkor nem rajzol. Ez volt az egyik ok. A másik ok, hogy van egy nővére, szia, örülök neki, hogy itt vagy, Kata. Van egy nővére, aki viszont, mint mutattam, egyszerűen csodákat hozott létre már egész kiskorától kezdve. És a Zsófi látta, hogy neki nem engedelmeskedik annyira a ceruza, tehát hiába ült le rajzolni, neki nem kanyarodott úgy, nem fordult úgy, nem csinálta azt, amit ő szeretett volna, viszont a nővérének igen. És akkor úgy döntött, hogy akkor ő ezt nem tudja, és nem csinálja. És hát ebből lett a nem rajzolás. És viszont én is hoztam egy döntést. Az én döntésem pedig az volt, hogy én ezt nem hagyom. Beszereztem csili-vili és profi minőségű, gyakorlatilag profi minőségi eszközöket, színes ceruzát, festéket, krétát, mindenfélét, és elkezdtem vele rajzolni. Egy szép, fokozatos menet volt. Gyakorlatilag úgy indultunk el, hogy én rajzoltam egy egyszerű formát, itt van, lerajzoltam egy kört az én papíromra, és Zsófi is lerajzolt egy kört az ő papírjára. Aztán rajzoltam két-három szöget a kör tetejére, és Zsófi is rajzolt két-három szöget a kör tetejére. Aztán rajzoltunk egy karikát, és ő is rajzolt egy karikát, és megszületett a cica. Aztán ő már ki is egészítette lábakkal, mert én nem csináltam neki. És így lépésről lépésre haladtunk, azokat rajzoltuk, amit szeretett volna, fát, rajzoltunk téglalapot, kis bokrot rá, és készen volt a cseresznyefánk. Cserepes virágot is rajzoltunk, és elkezdte látni, hogy neki is tud engedelmeskedni a ceruza, ha akarja. Ez volt az egyik, amit elkezdtünk. A következő lépés az, hogy kapott sablonokat, iszonyat mennyiségű sablont használt utána, nagyon szerette, és ezekkel a sablonokkal már komplett képeket készített az adott témába. Ez volt az első sablonos kép, amit készített, kutya meg cica, és itt jött vissza a kedve, amit látod a rajzon, a rajzoláshoz, az alkotáshoz, mert ezeket a színes krumplikat már ő színezte így ki őket, mert hát így lesznek vidámok a cicusok és a kutyák. Imádta, hogy olyan alakja van a rajzainak, amilyennek szerinte lennie kell. Ez volt a nagy áttörés, innentől kezdve volt az, hogy egyre többet rajzolt. Aztán még egy dolgot csináltam vele, amikor iskolás lett, hogy vettem ilyen barna színű csomagolópapír, és ebbe csomagoltam be az összes könyvét. Ő kiválasztott képeket a Pinterestről, és én rárajzoltam neki a könyvére, tehát ilyenekbe csomagoltuk az iskola az elsős könyveit. És mikor már megcsináltam hármat, akkor ő is kedvet kapott hozzá, és azt gondolt, hogy ő is meg tudja csinálni. Kiválasztott egy képet, és rajzolt ő is egyet, ezt egy kép alapján rajzoltam, és ilyen jó lett neki a rajza. És utána még tovább ment, mert saját alkotásokat is rajzolt ezekre a könyvborítókra. És itt nyugodtam meg, hogy jó, akkor most már helyre tettük benne ezt a dolgot. Ő is fog rajzolni, és tényleg egyre többet rajzolt, egyre ügyesebben rajzolt, és egyre szabadabban rajzolt. Csak úgy mutatom, hogy az óvodai elvárásnak megfelelően, ez középső csoportos korában még így rajzolt az ember. És csak azért vannak ezek a kiálló karmok a kezemnél, mert én vagyok, mert megmondták, hogy öt újat le kell rajzolni. Tehát az elvárás meg kell csinálni, ő az elvárásoknak szeret megfelelni, tehát megcsinálta. Amúgy sose rajzolt ilyen kezet a figuráknak. Óvodában ez egy másik, ez a család, apa, anya és Zsófi van rajta. Tehát általában csak ilyen nagy fejek, és abból kiálló kis pálcikák voltunk mi. Vagy ez az, amikor ruhát rajzolt nekünk, tehát gyakorlatilag kezünk nem volt. És ebből lett az, amit mutatok, ez egy nyaralás után volt, hogy gyakorlatilag ez én vagyok, amikor bedugom a fejem a tengerbe, és megnézem a tengerbe az állatokat. Tehát ilyen szintre fejlesztette ezt a dolgot. És mindjárt... mutatok egy másikat, ez pedig egy önarckép, ezt is ő csinálta. Szerintem minden gyerek szeret alkotni, És aki nem rajzol, az csak visszafogja magát. Valamilyen okból kifolyólag ezt vagy ki tudod deríteni, vagy nem tudod kideríteni, de igazából nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogyha nem ragad ceruzát, akkor valamiért ezt a kifejezésmódot nem használja, és ezt föl kell benne éleszteni, és te is föl tudod benne éleszteni. Ezzel a technikával, amit én elmondtam nekünk, ez bevált. Próbáld ki, szerintem nálatok is fog működni. És ha el tudod érni, hogy újra elhiggye, hogy az alkotás neki is tud örömöt okozni, akkor nem fogja már azt figyelni, hogy a másik szebben rajzol-e, vagy nem rajzol szebben,
Mert mai napig a 4 évvel idősebb nővére szebben rajzol, mint a Zsófi, de a Zsófit már ez nem érdekli, tehát leül, és akkor alkot nekem egy ilyet. Pasztellel. Hanem egyszerűen az érdekli, hogy ő hozzon létre valamit, amit ő kitalált, és az olyan legyen, amit ő szeretne, és ezt kell tudtam érni nála. Ehhez mi kell? Gyakorlatilag kell az idő, amit rászánsz, hogy rajzolj vele, kellenek jó minőségű eszközök, és kell móka és vicc és szórakozás, hogy jól érezzétek magatokat, és legyen kedve rajzolni. És pontosan azért, hogy jó minőségi eszközökkel tudjatok dolgozni, összekészítettem nektek egy csomagot. Ebben a csomagban megtalálsz mindent, ami minket segítette abba, és hát a Zsófit segítette abba, hogy elkezdjen rajzolni, plusz van benne egy-két meglepetés, hogy ne csak a gyermek örüljön, hanem te is örüljél. És ennek a csomagnak a linkjét, azt meg fogod találni a videó alatt. Remélem, hogy tudtam neked segíteni, meg kaptál hasznos információkat, és örülök, hogy itt voltál. Ha pedig kérdésed van, akkor nyugodtan írd majd meg, válaszolok rá. Szia!